Nagyon sok szeretetek, köszöntek! Kettő dolog miatt vagyok itt, és nem tartanak föl sokáig, ígérem, csak szeretném megosztani veled, hogy megkímélek büntetési tételektől, illetve, hogy olyan információkkal rendelkezem, ami fontos lehet számodra és a családod számára, barátaid részére is. Nos, az első, hogy a Driving Standard Agency október 1-től gyakorlatilag megszigorítja, hogy kik dohányozhatnak, illetve mikor dohányozhatnak a személy, illetve az egyéb gépjárművekben. A következő az új szabály, október 1-től, hogy gyakorlatilag 18 év alatti személy jelenlétében nem lehet dohányozni a gépjárműben. Hogyha valaki dohányzik, akkor megbüntetik a dohányost is 50 fontra, illetve a gépjármű vezetőjét is. Tehát én azt gondolom, hogy erre érdemes figyelni. Én egyébként egyetértek vele, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó szabály, hogy nem kell dohányozni, hogyha tulajdonképpen kiskorú van a járművel. Fontos, hogy a tanuló jogosítványa rendelkezők is ide tartoznak, hogyha ugye ők 17 évesek és 17 éves kortól lehet tanuló jogosítványa rendelkezni. Jó, tehát erre figyeljünk, ismerősökkel, barátokkal tessék megosztani, akikről tudjuk, hogy dohányosak, hogy véletlenül se dohányozzanak, hogyha kiskorú van az autóban. A másik pedig, hogy a Driving Standard Agency gyakorlatilag elindított egy próbavizsgát, amiben engem is kiválasztottak, tehát benne vagyok azok között, az oktatók között, akik ebben részt vesznek országosan. Ez a teszt tulajdonképpen 2016 nyaráig fog tartani, tehát várhatóan, hogyha lesz változás a vizsgában, a vezetési vizsga gyakorlati részében, akkor ez majd valamikor 2017 vagy esetleg 2016 őszén várható, tehát ne jegyen meg senki, nem januártól. Tehát jövő nyárig tart ez a próba vizsga, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Driving Standard Agency ugye folyamatosan szigorítja a vizsgáknak a menetét, tehát ugye, ha valakinek szüksége van jogosítványnak, az minél előbb szerezze meg, mert nehezebb lesz majd, ha ezt így dönti. Ami nehézség lesz, illetve ami plusz lesz, hogy tolatni kell majd a jobb oldalt és az úton, amit ugye most is csinálunk a kanyarban való tolatást, tehát ez hosszabban egyenes vonalban lesz, illetve navigációs rendszert kell majd követni 20 percen keresztül. Plusz lesz egy új feladat, és be kell állni vonalak közé, nem csak betolatni, és onnan kell majd biztonságosan kitolatni. Tehát, hogyha ezek benne lesznek, akkor mindenféleképpen nehezebb lesz a vizsga. A mi vizsgánkat is, mint oktatókét is folyamatosan nehezítik. Ugye nekünk, ha egyszer már megvan a minősítésünk, akkor gyakorlatilag 4 évente ismételnünk kell, mindig nehezebb és nehezebb. Ami fontos, hogyha valaki szeretne részt venni ezen a vizsgán, akkor én hozzám el lehet jönni, meg tudjuk itt is csinálni. Amit ajánl cserébe a Driving Standard Agency, hogy 40 fontot visszautal, tehát ugye 63 fontos vizsgadíjból 40 fontot visszautal annak, aki ezt kipróbálja. Plusz csatlakozik egy sorsoláshoz, amikor vége lesz jövő nyáron, 2016 nyarán ennek az egész próba rendszernek, akkor kisorsolnak egy autót, rengeteg iPadot és rengeteg 100 fontos voucher, tehát akit érdekel, az jelentkezzen, és akkor segítek benne. Ezek az információk folyamatosan ott vannak a weboldalunkon is, tehát hogyha érdekel, akkor csatlakozzál a levelező listánkhoz, illetve látogasd a weboldalunkat rendszeresen. Jó, remélem segítettem és megmentettek néhány fontos kiadástól, büntetéstől. Addig is minden jót kívánok neked. Szervusz!